Az elmúlt év novemberében megyei válogatottak vágtak neki az amatőr csapatok részére kiírt sorozatnak. Az első kört követően régiós válogatottak mérték össze tudásukat, majd a döntőben a két országrész legjobbjaiból összeállított együttesek csaptak össze. A keleti gárda keretében 13-an képviselték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, közülük 9-en Ibrányban futballoznak. A Telkiben megrendezett fináléban Gerlicki Máté csapata Szabó Roland és Makai István góljaival 2-0-ra verte a pécsi focisták repülő nyugati válogatottat. Nagyon erős ellenfélről volt szó, de nekünk is jó játékosaink vannak, és hát ugye sokat nem tudtunk gyakorolni, mert azért most jött néhány új fiú a csapatba, de az az egy nap, amit együtt töltöttünk, az úgy látszik, hogy elég volt arra, hogy azért egy szervezettséget adjunk, és hát ugye a saját egyéniségüket belevitték a srácok. Ez végül is ugye 2-0 lett az eredmény, ez egy elég sima eredményt tükröz. Nem az volt. A helyzetek alapján egyébként egy olyan 6-2 lett volna a mi javunkra, a nagyon nagy helyzetekről, ha beszélünk, de ez egy nagyon nagy meccs volt. A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatója szerint bebizonyosodott, hogy a szabolcsi bajnokság a legerősebb az országban. Amatőr szinten a magyar labdarúgás igen magas szintet képvisel Európába is. Két évvel ezelőtt ugye a Feckó Tamás Fogarasi Zoltán edzőpáros ezt meg is mutatta, hiszen harmadik helyen végeztek Olaszországba ezen az amatőr Európa bajnokságon. Előtte is volt már hasonló siker, vagy közel hasonló siker. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy az amatőr fociba igen erősek vagyunk, és az, hogy Magyarországon az egyik legerősebb megyei bajnokság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, sőt, most már kimerem jelenteni azt, hogy a legerősebb megyei bajnokság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, az pedig ez a tény bizonyította, hogy mi nyertük a Telkiben ezt a régiós döntőt. A keleti győzelem azt is jelenti, hogy Gerlicki Máté együttese képviseli Magyarországot az októberi amatőr Európa-bajnoki selejtező tornán, amelynek a tervek szerint Nyíregyháza és Kisvárda ad majd otthont. A magyarok Finnország, Azerbajdzsán és Horvátország válogatottjának léptek pályára.